tárgyalni. Ennek ellenére itt van a sorba, de, de hát akkor tárgyaljuk, ugye, jegyző úr? Igen, csak legyük, jó szerint legyük a tanulságára. Aki jó szerint. Na, elemi akkor... érünk, és a testetülésre meg kevésbé kell akkor lenni még ennyi. Aha. Akkor mindenki megkapta az anyagot, ugye? Meg a meghívókat. És aki elfogadja ezt a napi rendi pontot, azt a pontokat, ezt a sorrendet, akkor kérem szavazzátok meg. De a komisszió nincs egyébként. Szerintem jövő is be van. Az első napi rendi pont a gyermeki burkléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámoló, illetve 2014 évi átfogó értékelés elfogadásáról szól. Én erről a tájékozódtam, és az illetékesektől azt hallottam, hogy ez a törvény, ezt el kell készíteni, a képviselő testületnek pedig meg kell szavazni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat, óvoda, iskola és a kedves házat illetően. A képviselő, a Gyatkovics Enikő, ő csak a testületülésre tudja, szeretett volna, illetve válaszolni a kérdésekre, nem tudom, hogy szeretne hozzátenni valamit, de nem tudom most eljönni, úgyhogy a testületi ülésen lesz itt, hogyha valakinek még az anyaghoz valami hozzáfűzni valója van, vagy kérdése van, akkor azt a testületi ülésen teheti fel. Van valakinek ehhez most itt bármi kérdésre, vagy hozzáfűzni valója, amit én tudok megválaszolni esetleg? Hát nem feltétlenül kérdés, esetleg hozzászólás lehet, hogy nekem egyébként tetszett az anyag, tehát hogy különösen az, hogy a törvény kontextusba ágyazva mutatja be mindegyik terület a maga számolóját, és én szerintem jó össze van foglalva, tehát mindenképpen támogatható. Tehát azt mondom, hogy egy nagyon jó anyag, még szuperebb anyag lehetne egyébként, hogyha adott esetben, nem mostanra vonatkozólag, mondjuk egy javaslat a későbbiekre nézve, hogyha a megyei vagy országos összehasonlítás felett statisztikai fűszerezve támasztanánk alá, KSH oldalában ragyogóan lehet ilyen adatokat találni, hogy ha megnézve azt, hogy a megyében hány, mondjuk a hátrányos helyzetű, és akkor ehhez képest hirteleket össze lehet hasonlítani, és mennyi az országos átlag, mennyi ez a régió, és a hirtelek. Mondja, látom itt, hogy hirtelek vonatkozására különböző demográfiai adatokkal szolgálnak, és erről jutott eszembe, hogy akkor egy összehasonlítási lehetőséget is hordoz magában ez az anyag, de egyébként szerintem rendben van. Köszönöm szépen. Még valakinek van a hozzászólása? Egyébként, igen, valóban igazad van, Gábor. Tényleg, ha kitekintünk a saját szikepátriánul, akkor érdekes dolgokat láthatunk, és még fejlődhet is ebből az emberből, tapasztalatot meríthet, és megtudhatja, hogy hol és ki csinálja a legjobban. De lehet, hogy a testület ülésen esetleg ennyi költő, ezt nem lehet megkérdezni. Talán ők ezt folyamatosan szinten tartják, hogy mi újságban az ország többi részén. Van-e még valakinek hozzászólni magáról? Akkor ezzel a kiegészítéssel, illetve csak egy hozzászólással együtt elfogadjátok el ezt az első napi rendi pontot, és javasoljuk-e így a formában a testületnek elfogadása. Ha igen, akkor köszönöm szépen, hogy megállapítottam, hogy ez egyhangúan igen. Hát a második napi rendi pont, ez egy nagyon érdekes dolog számomra, ez a zárszámadás. Nyilván ez azért érdekes, mert én nem értek olyan a gazdálkodáshoz anyagot, és egy ilyen anyagot elolvasni, olyan új dolgokat ad, ami hát tényleg nagyon, nekem nagyon tetszett. És gondolom ez is ez egy,
Ez is egy rendelkezés, hogy ezt el kell készíteni, és a testület elé kell várni, és el kell fogadni. Esetleg kívánsz-e valamit a bizottságnak ezzel kapcsolatban mondani, ezzel a munkával? Hát köszönöm a szót. A 2014-es gazdálkodáson, mint tudja a testület, tehát én áprilisban, november 1-ével kapcsoltam be, nem igazából egész évben voltam itt, tehát az összeállítása az anyagnak, a törvényi előírás az, hogy a testületnek be kell számolni az elmúlt év tevékenységéről. Ilyenkor azt a sorrendet tartva, amint ami a költségvetés is, számot kell adni arról, hogy így sikerült a testületnek a költségvetésből megvalósítani ezeket számadatokkal alátámasztani, és magyarázni tulajdonképpen, hogy ezek a számok mit jelentenek. Itt a ezen sor végigmenve, tehát elkészült a beszámolók, amit az állam kincstárnak meg kell adni, tehát elsődlegesen ez az alapja, és abból elkészült a táblázatok, tehát a számadatok annak megfelelően készültek. A többi pedig itt a kollégákkal, a polgármester úrral, jegyző úrral, régebben itt lévő kollégákkal megbeszélve, tehát ami eredményeket elértünk és a számok vonzásában leírtunk. Tehát ezeket a különböző táblázatok pedig nagyon sokat a jó szabály ír elő, tehát hogy egy zárszámadásnak milyen táblázatok és formailag pedig, hogy azt a formát kell tartani, ami a költségvetésnek a táblái voltak, tehát azért hasonlítanak szinte ugyanazok, csak kiegészítve a módosítók és a teljesítés a oszloppal ezek a táblázatok. Ennyit szeretném. Köszönöm szépen. Valaki szeretne hozzászólni, hogy kérdést feltenni, hogy valami véleményt. Kérnek, tehát az ember nehézen tud azokat, hogy a számok van azért egy fajta vonalvezetést azért lát, és ezt nagyon örömmel látjuk, hogyha kisebben mondottan ide a tavalyi éve, és az is látszik, hogy egy költségvetés sohasem kőbevése, tehát azt évközben rengeteget kell módosítani, az élet és a pedig szabályoknak megfelelően. Engem nagyon megnyugtat, hogy a elmúlt időszakban úgy tudjuk, hogy jó, bocsánat, úgy látszik, hogy jó kezekben van a pénzügyiben, azért itt évvégre voltak rég hírek, meg voltak olyanok, hogy elszámolás, meg ilyen adminisztrátív problémák, de reméljük, hogy ezek van az ilyen. Köszönöm szépen, csak köszönöm a pénzügyi tevékenységnek és pénzügyésztelnek. Köszönjük szépen. Esetleg valaki. Én annyit mondanék ehhez, hogy én is tudom, hogy milyen nehéz volt úgy belecsöppenned egy helyzetbe, és azt a saját szájízet szerint akár emberakni, mert nyilván van egy szabály, meg van a törvények, de mégiscsak van egy egyéni stílusod, biztosan a pénzügyre is van helyen minden másban. És én is ezt csak köszönöm, tudom neked köszönni a képviselőnek, a bizottsági vezetőnek, mert tudom, hogy ez egy kemény helyzet és nehéz volt, és ez a beszámoló, illetve ez az elszámolás is tükrözi, hogy milyen nagy munka áll előtt. Ez kétségtelen, hogy ugye ez a dolgod, meg a kötelességed, de biztosan sokkal szívülőt töltöttél vele, mint ami a munkaidőn adta a kötelességet, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Ezekkel a dolgokkal, amivel kiegészítettük, akkor szavazzuk meg, hogy javasoljuk ezt a napi rendpontot ebben a formában a képviselőtestület felé. Csak elnézést, csak itt kell mondani. Igen, igen, akkor mindenki igenben szavaz. Akkor köszönöm szépen, akkor újra egy következő megrendelkező megváljuk most a területet. Jó. Ja, igen, mert a polgármester úr csak vendég. Tanácskozási. Tehát a zárszámadást azt megbeszéltük. A
a 2015 évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Ez ugye a módosítás itt a közfoglalkoztatóknak a kapcsolatban volt szükség. Én csak annyit kérdeznék még ezzel kapcsolatban, hogy ezt mindig úgy közben jön, hogy évközben tudjuk meg, hogy mennyi közfoglalkoztatottat kapunk, azért van ilyen. Igen, tehát a költségvetésben már volt a 2014 évből áthúzódó közfoglalkoztatottaknak bérbe tervezve, tehát amit a szerződésekből láttunk, mennyi volt teljesítő, és ebben az évben mennyi lesz, tehát ez a költségvetésben, és időközben márciusban történtek újabb szerződéskötések, és annak meg, tehát akkor derül ki tulajdonképpen, hogy mennyi annak az összeget, hány tudnak foglalkoztatni, és ennek alapján kerül be módosításra a rendeletünkbe. Tehát ez mindig folyamatában. Köszönöm szépen a kérdésítést. Van-e valakinek hozzászólása, vagy mondani valója ezzel kapcsolatban? Igen, még várható. Augusztus 30-ig tart a foglalkoztatási időtartam, akkor lehet az ütés. Ez végül is a kormánytól is működ, hogy hirdeti meg ezt a programot, és annak megfelelően elpályázza az önkormányzatoknak, hogy milyen területek, hány létszáma. Megértettem. Köszönöm szépen, mi esetben valakinek van hozzáfűzni valója. Jó, ha nincs, akkor erről a harmadik napirendi pontról is szavazunk, hogy ebben a formában elfogadjuk el, és javasoljuk a testületnek elfogadásra. Nézzük fel a kezeteket, aki igennel szavaz, megállapítanak mindenki igennel szavazott. Negyedik napirendi pont, előterjesztés a Méltászól Non-Profit Kft. 2014-ben egyszerűsített éves beszámolóján és közhasznossági jelentésének elfogadására íródott. Én beszéltem Kovács László igazgatóúrral, és megkérdeztem, hogy miért van erre szükség, aki engem arról tájékoztatott, hogy nem is törvény már rögzített, el kellett készíteni, testület elé kell tárni. Csak mondom, hogy mit beszéltünk ma délután egymással. Úgyhogy ez a kis anyag, ami szintén egy szép kis csinos munka, elég már komoly és körültekintő, ezért íródott, ezt át kell olvasnunk, meg kell tárgyalnunk, és el kell fogadnunk nekünk is, mert a bizottságunk is, a képviselőtestületnek is. Van-e ehhez hozzáfűzni valótok, és a kívánkató, te akarsz a szöveges kiegészítést ehhez? Köszönöm, én nem kívánok ehhez hozzászólni, ez tényleg egy jogszabályi kötelezettség, a 2000 évi százas törvény, ugye a számítelről szóló törvény, ami meghatározza ennek a részletes szabályait, illetve a 2013 évi 5-ös törvény, a polgári törvénykönyvről, ami szintén szabályozó, hogy kiknek kell elfogadni, mikor. Ennek a kötelezettségünknek minden évben eleget kell tennünk, és hogyha a tulajdonosi testület ezt elfogadta, akkor utána nyilván ügyészségre, cégbíróságra és különböző helyekre kell küldeni nyilvánosság közzététel szempontjából. Köszönöm szépen! Van-e kérdésetek esetleg, vagy hozzászólásotok ehhez? Ha nincs, akkor a beszámolót elolvasva osztalatással teszem fel a kérdést, hogy elfogadjátok el ilyen formában, aki igennel szavaz, emelje fel a kezét. Már elapítom, hogy mindenki egyhangon igennel szavazott. Ötödik napi rendi pontra térünk át, szintén a Nyíltászló Normatív Kft. Ügyeivel foglalkozunk, a könyvvizsgáló választásának indíjazásának megállapításáról, illetve alapító okirat módosításáról. Ezt is megbeszéltük a Kovács László igazgatóval, aki elmondta, hogy igen, most jár-e a működése, illetve a szerződés ez a könyvvizsgáló Kft-vel, és ezért kell ezt újra tárgyalni. Könyvvizsgálóra szükség van. Eddig is ő dolgozott, ugye évek óta ő végzi ezt a feladatot, amivel
Gondolom, hogy elégedve vagy egyetértitek. De ugye ezt is a 2013 évi ötös törvény, polgári törvénykönyvről írja elő, hogy ez a tulajdonosi testületnek a feladata, ennek a megválasztása, és ez május 31-én jár az 5 éves időtartam a könyvvizsgálónak. Eddig is ő volt a cég könyvvizsgálója, de egy más cég keretein belül. Most a cég változik, de a könyvvizsgáló személye marad, hogyha a képviselő testület egyetért és megválasztja. Itt a összeg az ki van fontozva, arról tudunk valamit, vagy ez utólag van megállapítva, vagy? Nekem olyan információ van, polgármesterről itt egyeztettük, hogy 25 ezer forint plusz áfa per hó. Ez, én nem értek hozzá, tehát ez egy ilyen... Ez gyakorlatilag a tavalyi összeg, mert tavaly 250 ezer forint plusz áfa volt, de egy évre. Tehát ez nagyjából... És azt is elmondhatod, hogy honnan indult ez az alkot. Igen, és ez 200 plusz áfa per hóról indult, ez az alkú. Gyakorlatilag... Ez elég erős. Igen, és erre ma tegnap még nem volt rá pontos válasz a pénzügyi bizottságon, ez ma mai eredmény, tehát nyilván ő az önkormányzat is könyvvizsgálója, célszerű, hogyha ez a két személy ugyanaz, mivel a nyitásról tevékenysége és az önkormányzat gazdasági és pénzügyi tevékenységei meg számítás szempontjából ez jobb, hogyha összességében látja a könyvvizsgáló, tehát nem külön-külön. Bocsánat, lehet, hogy nem értek az én sem. Tehát ez egy havi folyamatos munka, vagy ilyen adhokszerű, amikor egy ilyen beszámolt el kell, át kell nézni, vagy valami? Ez most már egy folyamatos munkácsapal. Ez most már egy folyamatos, ezt úgy kell érteni, hogyha van egy pályázat, vagy bármilyen olyan számviteli feladat, vagy megoldandó eset, akkor nyilván a számítelben ő képviseli a, tehát ő a legjobban hozzáértő szakember. Amire esetleg én vagy itt az hivatalban nem tudnak válaszolni, mivel ő a könyvvizsgáló, ő felel a törvényességért, a számvitelért. Gondolom, hogy ezt régen ismeritek, megbízható, ha megfelel, akkor igen. Köszönöm szépen. Én még annyi megjegyzést tennék, hogy a korábbi években is volt már arra példa, hogy az a könyvvizsgáló ugye csak az előző cégébe kért ilyen egészen érdekes összegeket, és akkor mindig lehagytuk. Volt ilyen, de nem emlékszem is jelenleg, de volt egy pár éve jelen, hogy akkor is lehagytuk az önkormányzattal, hogy megakadtunk, hogy addig csűrtük, csavartuk, hogy kicsit kevesebb volt. Látszik, ezt így kell csinálni. Na jó, köszönöm szépen, akkor szeretnék neked még valamit ehhez a könyvvizsgáló napirendi ponthoz. Ha nem, akkor köszönöm az eddigi hozzászólásokat, és akkor szavazásra tenném fel a kérdést, hogy ezzel a pénzösszeg kiegészítéssel megfelel-e így, és elfogadjátok-e, és javasoljuk-e a testület felé. Kérem, mindenki emelje a kezét, valaki igennel szavaz. Egyöntetően igennel szavaztunk, úgyhogy átérhetünk a következő napi rendi pontra, a hatos pont, vagyon és felelősség biztosítás. Én nagyon azt olvastam, hogy erre azért volt szükség, hogy felmérjük az előző biztosítóval, mert most olyan érdekes világ van, hogyha minden évben újra kötögetjük, akkor sokkal jobban járunk, ha új biztosítóhoz megyünk. Én annyit kérdeznék már úgy magamhoz ragadva, vagy tovább folytatva a szót, hogy és akkor több biztosítót megkérdeztetek, vagy ez csak úgy jött ez az ajánlat, vagy hogy volt? Azt látom, hogy 800 önkormányzatnak is a biztosítója, tehát valószínűleg ilyen
önkormányzati gyerekeken belül nagyon otthon van ez a biztosító. Nem a biztosító, hogy 800 önkormányzatnak, hanem ez egy olyan cég, aki összeállít nekünk egy portfóliót, amiből majd nem én fogom eldönteni, hanem az visszajön majd a képviselőtestület pedé. Tulajdonképpen egy olyan biztosítási csomagot fog összeállítani, ami leginkább alkalmazkodik nyílt felekhez. Tehát mondjuk az árlisztát az kiveszi belőle, mert arra nekünk azért annyira nincs szükségünk. Tehát úgymond testre szabja. Így van, testre szabja. Az összes biztosítót, ami Magyarországon van, azokat megkeresi, be fog hozni egy listát, annak milyen fizetési feltételei vannak, mennyit hogy kell fizetni, és ebből fog majd a testület választani, lehetőség szerint a legjobbat és a legolcsóbbat, ami a legtöbb kockázatot elbírja. És én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy mindenkinek van személygépjármű, minden évben ezt érdemes megcsinálni, egy kis munka van vele, de jobb alkú pozíciót tudunk teremteni. Akkor, de az is lehet egyébként, hogy a szignálbiztosítónál fogjuk újra kötni, ha ez nekünk előnyös lesz. És itt az a lényeg, hogy az önkormányzatnak előnyös legyen. De ezt gondolom, korábban is így volt a kormányzatok dolgok. Köszönöm szépen, van még valakinek hozzáfűzni valója, vagy kérdés, vagy egyéb? Bocsánat, de nagyon oda kell figyelni, az biztos, mert rengeteg olyan esemény történhet, amikor nincs bekalkulálva itt, akár a közutakon keletkezik kártyuskártól kezdve, bármilyen kérdészeti katasztrófák. Tehát én gondolom, hogy így van, mondjuk visszajön a kormányban, hogy nem lehet. Köszönöm szépen. Esetleg még valami tudatnak van, valami hozzáfűzni való. Akkor, ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést, hogy ez az előterjesztés így ebben a formában továbbítja a bizottság a testület felé, illetve javasolja, ha igen, már szavaztok, akkor emeljétek fel a kezeteket. Egyhangban megállapítom, hogy igen. Az 7. napi rendi pont, intézményvezetői pályázat véleményezése. Én közben kaptam itt egy ilyen kis kérést Ulbinde Bolvé Szilvia igazgatónőtől, hogy zárt ülést rendeljünk el, a személy, mint személyi ügyről szóló napi rendi pont az ő kérésére. Bizottságon itt zárt ülést rendeljünk el. Ez a kérése. Lehet támogatni, hogy elfogadni? Igen. Ez az működés, hogy ennyi a valóki? Hát a zárt ülést, azt, ha jól tudom, akkor Timikének nem lehet benne lenni. Jegyzőkönyvvezetőnek, mert akkor a jegyző úr vezette a jegyzőkönyvet, mikor legutóbb zárt ülés volt, és csak a bizottsági tagok vannak benne. És akkor a polgármester a jegyző úr, nem? Van valami kifogásotok ezzel kapcsolatban, vagy? Jó, akkor ez úgy lehet erről szó, hogy ezt az átülést megszavaztatjuk? Meg semmi jogi, bármilyen adat. De azt kell tudni az átülésről, hogyha a személyi tárgyalás során kéri az érintett, akkor lehet az átülést tartani. De most ugye jelenállás szerint ugye a határozati tervezet az úgy, hogy mindkét jelöltet támogatja. A határozati tervezet ugye azt javasolja, hogy azt kell az meg ki, hogy mindkét jelöltet támogatja. Jelen állás szerint, mivel nincs itt a másik fél, tehát az ő érdekeit nem sérti, hogy zárt ülést tartunk. Tehát azt gondolom, hogy jelenállás szerint így most, hogy csak igazgatóasszony van itt, és nincs itt a másik fél, aki azt mondja, hogy én szeretném nyíltat, hogy akkor ez egy ellentétes dolog lenne, ami fel kell oldani. Tessék. De mondhatja, nem, ez mondhatja. Viszont mivel itt nincsen, mivel nincs itt, így lehet zárt ülést tartani, így elvállás szerint, mert ugye mások oda jók nem sérülnek. Tehát most így, ilyen módon nincsenek adályon, azt gondolom. És akkor valóban csak azok lehetnek itt, akik a testület tagjai. A bizottság tagjai. A testület és bizottság tagjai szerint arra vonatkozik. Jó, akkor van a kiszavazóvált az átülést, tehát a hangból megszavazóvált.
akkor ezt olvashattátok, hogy ugye elektronikusan jött a beszámoló? Igen. Vagy hogy tudjuk, ugye? A pályázat, bocsánat, én nem a pályázat. És akkor... Tehát az intézmény vezetői pályázat véleményezése című napirendi ponthoz kapcsolódik a polgármester úrtól egy előterjesztést, amit rövid bevezető után ugye megállapítja, hogy két pályázat érkezett, Urbénnek Borbé Szilvia és Horváth Bocsi Irén pályázata. Azt javasolja ebben a képviselőtestület felé, hogy egyaránt úgy döntsön, hogy egyaránt támogassa Urbénnek Borbé Szilvia és Horváth Bocsi Irén pályázatát is. Az intézmény, a Nyíltelepi Általános Iskola intézmény vezetői álláshelyének a töltésére. Ezzel kapcsolatban várom a véleményeteket, és a például nem képviselő tagokért. Én megkérdezem, hogy erről nem szavaztunk már valamikor, én ezt nem találtam meg keresgélni, megmondom, hogy nem töltöttem vele, de valamikor nem elvégem volt erről valami, nem? Igen, így van, hogy ez már terítéken volt. És akkor az, December. Ebben azért néztem át, de... Az is belefekvonálni. Decemberben volt egy ilyen, amikor ugye a képviselő, hogy mondhatom én? Hogynál, parancsolj. Tehát a képviselőtestületnek kellett arról szavaznia, hogy számogatja az intézmény vezető asszonyt, illetve nem. Ott akkor számolódtak olyan aggályok, hogy vajon a plik mi alapján fog dönteni, vagy mi alapján nem fog dönteni, aztán lett egy ilyen esélyegyenlőségi teherprogram akármi, amely során ugye ki kellett írni a pályázatot, ki is írták, és igazából itt az a metódus, hogy nekünk véleményezni kell. Tehát véleményt mondhatunk arról, hogy az egyik alkalmas, vagy a másik alkalmas, vagy mind a kettő alkalmas. Én azt gondolom, hogy azért készült az előterjesztésre, hogy mind a kettő alkalmasnak látunk a feladatra. És ami nagyon fontos, nem kell döntenünk. A testület sokszor nehéz helyzetben van, hogy pálcát kell törnie, dönteni kell. Itt ebben az esetben erre nem kell nekünk semmilyen döntést mondanunk, mert nem mi vagyunk a döntéshozó szerv, hanem akik. Mi véleményező szerv vagyunk, egyszer már ezt a külük eljátszotta velünk, én azért gondoltam, hogy a testületet nem szeretném olyan helyzetbe hozni, hogy akár a tekintélyen csorbásség lehet is fog hozni. Köszönöm szépen. Hát én annyit mondanék még ehhez, hogyha megengeditek, hogy én kezdjem, hogy én nem is érzem jól magam ebben a helyzetben, hiszen ahogy a polgármester mondta, hogy eljátszotta ezt már egyszer velünk, akik egy kicsit ilyen nagyon játszásnak érzem, hogy emlett bennünket komolyan, és nekem azért kellemetlen ez, mert én akkor amikor döntöttem, akkor én nekem volt egy véleményem, és akkor most december óta meg változom meg. Tehát nekem ez bennem egy ilyen totál diszonanciát okoz. Amikor Szilvia pályázatot előterjesztette, nagyon szép, frappáns prezentációt tartott, és akkor döntöttünk valahogy, mert tetszett, meg az előző évek munkáját értékeltük, és akkor most újra megkaptuk, hogy gondoljuk át még egyszer, vagy mert miért kell ezt megint? Tehát én nekem nagyon rossz érzésem van ezzel kapcsolatban. Én szomorú vagyok valóban, hogy a klik ilyen helyzetbe állít bennünket, vagy eddig nem is érdekel, hogy amit mondtunk, vagy csak egy gondolkodás volt, egy picit én így érzem, hogy csak az érzelmények mondtam el. És én nehezen, tehát én nem tartom korrekt dolognak, hogy most megváltoztassam akár a véleményem, amikor már decemberben úgy érzem, hogy felelősen döntöttem az önkormányzat érdekében. Van még valakinek akkor hozzászólni valójában? Én utána már elnézést pedig nem kezdtem, de... Nem, én sem. Csak folytatni tudom, és tényleg nem egy egyszerű dolog, mert az ember valahol már szemletett a tagokságot, akkor nagyon nehéz ezzel változtatni.
Én szerint is én ezt javasolnám is a bizottságnak, hogyha elfogadjátok el, ha nem, akkor nem, hogy hozzunk még két alternatívát emelő az A variáció mellé, egy B, a szívmi, egy C, meg a télénkkel. Most legyen ez a lehetősége meg a testületnek, hogy a véleményezésnél, ha akar, vagy aki nem teheti, vagy a elkötelezettsége miatt már egyszer kimondta az A-t, vagy a B-t, akkor most meg kelljen még egyszer mást mondani, tehát hogy legyen egy ilyen lehetősége. Én nem tudom, a bizottság tagjára bízom, hogyha tegyük egy ilyen javaslatot, ha elfogadjuk, akkor a testületülésnek is, akkor meglátjuk. Bocsánat, én szájtettem. Tehát most van egy A-változat, amely mind a kettő. Amely mind a kettő. Igen. És gondoltam egy B-változat, amely Orbini, vagy Orbini Orbini szíval, és egy C-változat, Horváth Bocsirén. Jelentem kettem. Tehát ön külön megértem. Így van, mert hogyha most... Tehát az A-változat az, amit a polgármester javasolt, és ott is kísérészítette szóban, hogy miért teszi ezt. És nem most tudom, egy újabb javaslat érkezett Dankó Mihály képviselőtársamtól, hogy legyen egy B-változat. Ügyrendileg van valami lehetséges egy ilyet. Nem? Tehát ha javaslat van, az egy fajta javaslat. Kétfajta javaslat. Már hogy kétfajta van? Ez kétfajta javaslat. Van egy B, meg van egy C variáció. Tehát van egy olyan javaslat, ami ugye alapvető javaslat azt mondja, mindkét pályázatot támogató, ugye ez meg? Most ha én most úgy nyitvány tartok bent, a saját véleményemet mondom el, valaki mellett kiállok. Ugye az egyfajta. Igaz? Ha azt kell mondanom, hogy én kiállok XY mellett. Ja, határozott javaslatot teszek afelé, hogy őt kerüljön föl, mint határozott javaslatot, hogy őt támogatom. Jöhet egy másik testület, pedig azt mondja, hogy én meg a másikat támogatom. De az, hogy mind a kettőt támogatom, ha én azt mondom, hogy egyedül, tehát én, mint saját magam szerint, egy valakit fogok tudni támogatni. Ha én szét akarom szedni a kettőt, mert hogy mind a kettőt támogatnám, ez fölösleges, én valakit támogatom. Vagy azt mondom, hogy mind a kettőt támogatom, és akkor az eredetileg kimenet határozat az, ami az én igényemre legjobban megfelelő, azt mondom, hogy nem tudok dönteni, mert mind a kettőt. Bármilyen nekem szimpatikus, azt mondom, mind a kettőt támogatom. Vagy nem, az egyik nem megfelelő, és támogatom a másikat. De akkor azt kell mondanom, hogy a másikat támogatom, és akkor azt fel kell hoznom, és indokolnom kell, amikor a határozat javaslatot teszem, hogy nekem az javaslatom, hogy. És azt is elmondom, miért. Mert ez így kell, hogy így kell működjön. Végül is akkor Annikó is elmondta, hogy akkor vegyük a B-verziót, vagy akkor egy B-nek a Szilvit. Ezzel azért én ezzel fogom indokolnak, és hogy egyszer már szavaztunk, és mi emellett tettük a voksunkat. Azt is nézném egyébként, hogy a szavazás akkor nem a személyéről szólt. De akkor is személy. Nem arról szólt. A döntés nem arról szólt. És a döntés ugye azt mondta, hogy a klik nem adott meg kellő információt ahhoz, hogy megfelelő döntési pozícióba kerüljünk, egyrészt időt sem adott rá, hogy megfelelő döntési pozícióba kerüljünk. Mi azt mondtuk, vagy a testet akkor azt mondta ki, hogy az rendelkezésére álló információk alapján ő nem, van egy ilyen vélemény, tehát van egy ilyen vélemény. De nem azt mondta ki, hogy te újság, akkor egyetlen egy személy volt, nem volt még egy másik személy, aki mellől, vagy aki felől dönteni, vagy véleményt kellett volna, hogy alkosson a testület, igaz? Nem volt egy ilyen véleményési kényszere. Egészen csak azt mondta, hogy nem kaptam kellő információt, időt sem adtál rá, nem jó a döntésed, tehát te engem, ahogy bizottsági elnökasszony mondta, ugye semmibe veszel, de én adok neked, de azért én elmondom a véleményemet magáról a helyzetről, vagy a kialakult helyzetről, ugye erről szólt a dolog. És akkor leírtuk, hogy mi vannak, mi miket látunk. De mert ez történt. Én hadd kérdezzek már valamit, én szerintem én futok egyedül itt a dolgot, és akkor erre a klik konkrétan mit mondott? Hát itt nem válaszol rá semmit, ugyanis ő neki, hát ő csak azt kérde tőlünk, hogy mi véleményezzük azt a kérdést, hogy kell-e kiírni igazgatói állásra pályázatot, avagy nem kell kiírni igazgatói állásra pályázatot, de ő dönt a kérdésben. Ugyanez van most is, hogy mert véleményeznünk kell, de majd azt, hogy mi fog történni, az tőlünk független, mert azt ő dönti el. Kicsit hülyének ezzel a... Ez ugyan? Jó,
bizottság. Igen, kalcsom. Igen? Nem akart a bizottság ülésen, a bizottságoknak, tehát a csalapodikon. Az előző döntésnél az Mester úr is elmondta itt, mint Jelzó úr is elmondott. Én személy szerint nem járhat el a szavazhatnak. Mert Jelzó úr elmondott, én Borbénik Urbénik tanultam az előtt. Szilvire adtam le a voksot, nyilván volt két szavazat, névütés volt ugye, akkor aki azt mondta, hogy őt nem kívánnak állásfoglalni, mert amit egyszerűen elmondott, van egy ilyen kormányzata, ami igaz is tulajdonképpen. De itt a többség, én azt gondolom, hogy letette, én személy szerint biztos, hogy letettem, amellett a voksot, hogy Szilvi, tehát az egy ilyen hogy itt a kollégák képviselőtársaim elmondnak, ez egy ilyen probléma, tehát én azt gondolom, hogy aki nem ezt a részét támogatta a dolognak, ami a többség volt, az a jelenlőkönyvtető mellett tette a fogságot. És nyilván az egy kis betörés. Köszönöm szépen. Akkor van még valaki a hozzászólása. A kép vagy a képső testület ugye javasolja Urbini Borbély Szilviát az igazgatói állás pályázatra. Pont. Ha ezt a bizottság elfogadja, magányivel teszi, ugyanakkor ez kerül majd a testület elé, hogy a testület erről majd a döntés, mert ez a bizottság saját véleménye. Én még egyszer szólszernék. Én nem értem igazából, hogy miért nem lehet egy bizottságnak ilyenfajta javaslata. Mit tiltja ezt, hogy de én egyébként nem mondom el, hogy én az elejét értek, hogy nem, de mint elv, tehát nem értettem a pénzügyi bizottságot se, tehát 16 javaslata lehet, akár előterjesztőként, vagy nyilván szavazniuk kéne, hogy minket támogatják, de mit tiltja azt, hogy amit elmondott, hogy kettőt is javasol, nyilván egyikre fog szavazni, hogy a háromban egyet szavazni. Igen, értem én, de hogyha ilyen szavazni egyre fogok, nem egyre fogok, akkor egyet javaslok. Azt javaslom, akkor én fogok szavazni. Mert ez így működik. De hol van ez leírva, hogy egy szövő? Tessék? Van meg, hogy hol van ez leírva. Én azt mondom, hogy most én éppen teszek. Akkor én ezt elfogadnám, mert én nem ismerek olyan jobb helyet, ahol tiltva van, hogy A, B, C, Nem valaki, a bizottság tehet, de a bizottság három tagjától jött három különböző javaslat. Minden személy, én azt gondolom, egyfajta javaslatot tehet, hiszen tehát én azt gondolom, hogy ha én valaki mellett kiállok, akkor elmondom, hogy miért állok ki, mert a tehet. Hát nem javaslatot, de dehogy nem. Javaslatot is arról teszem, hogy az én magam véleményem. Nem, most lehet, persze. Tehát én nem értettem már a múltkor se, de... És mi van, én azt javaslom, hogy azért legyen ABCD verzió, mert szeretném látni, hogy milyen a megoszlása. Én nem javaslok, hanem mondjuk... Statisztika. Hát igen, hogy mégis... Hát ugye, ha javaslom, akkor ugye az én magám véleményet teszel, mint hogy polgármester lerakta az őt, ő azt mondta, hogy ő mindkét pályázat támogatja, javasolja, hogy mint hiszen ugye megint ott, hogy egyrészt a döntésünknek súlya nincs. A döntésünknek súlya nincsen. Másrésztről pedig azt gondolja, hogy egyik fél, tehát egyik pályázó sem se sérüljön, igen. És ugye van még egyik döntés vagy indoka, amit ugye a képzőtestet, mint választott kép, vagy személyek ugye a döntések során biztos, hogy
hogy előtérbe helyezett tér. És ugye ez nem csak mi tehetjük, hanem az intézményi tanács is van egy ilyen, igaz? Igen. Te vagy a vezetője, ha jól gondolom, és ő is. Két főben áll. Így van, és ha jól tudom, ez a tanács is ezt a döntést hozta, hogy igen, mindenképp a pályázatot támogatja. Így van, mindenképp pályázatot támogatja. Hát ő csak egy igazgató lehet. Igen, de a döntés is már nem látva van. Pályázat meg a személy között azért van különbség, mert én jól tudom, a tantestület is külön szavazott a pályázatra, mert külön a személyre. Én azért ezt legalábbis én akkor intézmény tanácsként így értelmeztem, lehet, hogy nem jó, de így értelmeztem. Tehát mindenképp munka olyan munka, amely alkalmassá teszi a illetőt a vezetése. A személy kérdés az lehet, hogy más. Na mindegy, tehát én ezt gondolom, hogy akkor, ha lehet ezt a B-verziót, én ezt megnyitom. Akkor ezt a B-verziót akkor fogalmazunk már meg, mert akkor ezek szerint nem lett B-verzió, meg C-verzió, hanem te javasoltál egy B-verziót, ami... Tehát, hogy akkor a... És hogy tényleg fogok egy szép, akkor meg lesz a sorban. Teljesen? Nem, csak... Ezt mondtam, ezt. Azok inkább jegyzőket meg kell mondtam, hogy gerjesszem a feszültséget. Jó, akkor javasoltad valaki a kérdésünk. Igen? Hogy javasoltad valaki valamit, tehát... Ez egy kérdés nem. Tehát ezt a B verziót. Én mondtam, hogy akkor... A B verzió mi lenne akkor? Tehát, hogy akkor a Újvidék Borbély Szilvia, nem tudom, segítsen megfogalmazni, hogy van ott az. Javasolt a bizottság, a jegyző így mondta az előbb, hogy jelentett, az egy javaslat. Kerüljön föl a javaslatok közé. Mondok, egy határozatot tervezetem, ami arról szól, hogy a képviselő testület Udbiné Borbély Szilvia intézményvezető pályázatát támogatja. Pont, ha most vissza, előveszem a, ugye a kettőst, hogy van a kiküldött. Nem kettősen. Nem, azért veszem azt elő, hogy annak a mintájára menjen. Így van. Tehát azt szeretem, a valamiből választani. A képviselő testület úgy dönt, hogy Udbiné Borbély Szilvia pályázatát támogatja a Nyírteki Általános Iskola intézményvezetői állásének betöltésére. Ugye ez ebből van kivéve, ugye csak kimarad belőle a másik személy. De az A meg fog maradni, remélem. Hát... Na most, te vagy. Tehát értem, na. Mert akkor nem tudsz állni. Az A, az A az előterjesztés, amiért a polgármester betelezhetetni. Ez hozzá kerül B-nek. Hát ha nem kerül hozzá, ha a testület vagy a bizottság most elfogadja, akkor ezt javasolja a testület felé, mint felvernő határozati javaslatot. Nyilván. A testület dönt. Jó, így van, így. Tehát így. Köszönjük. Tehát akkor ez egy élő határozati javaslat. Ezzel, amilyen módon elmondtam, hogy a képviselő testület úgy dönt, hogy Urbini Borbély Szilvia pályázatát támogatja a Nyírteki Általános Iskola intézményvezetői pályázatára. Jól mondom, képviselő úr, ez lenne? Hát ez a lényeg akkor, hogy ugyanaz, mert most nálam nincs is még a kicsit. Most van, hogy elkölcsönöm. Szavazás után még szóltak az egyet? Most is. Most megvan. Én ezt úgy látom, hogy ha a kettőt mondok, az ugyanúgy nem érdekli őket. Ha egyet mondunk, akkor sem, de akkor legalább se hangozott benne konzertesek. Ezt így látom, ezt az egészet. De mégis de olyan kicsit hülyének érzem. Kicsit olyan, mint amikor a közösben. Vagy van véleményünk valamiről, vagy nincs igen. Kicsit olyan. De amúgy nem foglalkoznám, talán nem a véleményünk, vagy nincs, de legalább itt a sok nem van. A B-verzióra, ugye azt kell először mondanom, hogy a jegyző a B-verzióra, és ahogy a jegyző megfogalmazta, tehát hogy a bizottság azt javasolja a képviselő testület felé, hogy Újvidék Borbély Szilvia pályázatát támogassa a Nyírteki Általános Iskola intézmény vezetői állásainak betöltésére.
És ez a B-verzióként kerüljön föl a határozott javaslatok közé. Ezt javasoltad, hogy ez kerüljön föl. Na akkor, aki ezt támogatja, ezt a B-verziót, azt szavazzon most kívánnál. Akkor ez nem elapítottam, hogy egyhangúan megszavaztuk, és ez a B-verzió... És ezzel nem önök kell szavazni? De, bizony. Most akkor ezen zsírolj, most A vagy B-verzió? Igen. Így van. Tehát javasolja rá. És akkor most még melyiket? Tehát javasolja a B-t, és meg kell szavazni, hogy az A-t is javasolja, tehát az eredeti előterjesztést is. Ugye mert eredetileg arról szólt az egész, hogy az eredeti előterjesztés számolható meg. Ugye most jött hozzá egy kiegészítés, amit megszavaztunk, hogy legyen a kiegészítés, a kérdés az, hogy az A-t is támogatja, tehát az eredetit is. Igen, akkor tehát a B-ről szavaztunk. Nem tudom, hogy semmit tudja. Nekem az így bolondolás, hogy megszavazat, megkérdezem már az átszavazat, és az igen, vagy nem. Én gyakorlóan előtte elvesztettük ezt a Berek Ákosi
támogatással kapcsolatos dolgokat, gondolom ti is megkaptátok az anyagot. Elindult egyfajta gondolkodás ebben az ügyben, már csak azért mondom, hogy már külső tagok, azok kellene esületet és tehát ti is nézzétek meg, és már lehet. Thank you.
Beszolgáltatásra. Hát a gondozó gyerekek számában, ha Szabolcsnál Beregmenyét veszünk, elég magas a gondozó gyermekek száma, ugyanígy a pártfogoltak száma is. Ez évre évre növekszik sajnos. Hát én azt gondolom, hogy az ország viszonylatában azért még jócskán elmaradunk szerencsére a Dunántúli megyéktől, illetve a főváros adataitól. Így, persze, jó értem. Gondoltam, hogy elmaradunk, igen, nincs annyi olyan súlyos problémánk, hiszen a drog még hivatalosan nem jelent meg nálunk sem. Köszönöm szépen, akkor részünk elvenni, köszönjük a 100 és elfogadásra a testület felé. Köszönöm szépen, testület felé részéről. Köszönöm, hát mivel ezt a kérdést én intéztem a bizottság ülésén, vagy nem is kérdés volt, talán észrevétben nagyon jó anyagnak jöttek, hogy elég ezt így össze tudtad fogni, nagyon jó szervezőkészségről árulkodik, tehát szerintem nagyon jól összeszedett anyag, és erre gondoltam, hogy az összehasonlítás lehetőségét hordozza magában az, hogyha esetleg majd a következőben, amit el is mondtál, azt beépíteni a beszámolóba, és még inkább egy szebb anyagot ad a testület elé. Egy mondatot szeretnék, hogy egy gondolatot inkább mondani az anyaghoz. Az elmúlt évekre megszoktuk, hogy mindig egy nagyon részletes, mindenre kiterjedő beszámoló készül. Én azt tapasztaltam végigolvasva az anyagot, hogy ebben az évben is ez történt.
a területről egy átfogó képet kaphatott a képviselő testület. Nagyon megköszönjük ezt a képzést, hogy elfogadást az esemény. Másolatban a napi rendi pontra kapcsolatban, illetve a beszámolva a kapcsolatban a kérdése, véleménye. Akkor a napi rendi pontjuk lehetne zárnám, és mivel itt forradásokat sajtálom, én is megköszönöm mindenki képzőbátokat. Nagyon-nagyon nehéz, nagyon fizikus munka, de erőt kitartást kívánok hozzá, és azon mondhatni, mert a képzőtársaim nevében is. Köszönöm. Úgyhogy. Aki támogatja a napi rendben foglaltakat, az kérem készfeltartásra jelezze. Ellenvélemény tartózkodás nem volt, megállapítom, hogy a beszámolt, illetve a napi rendben foglalkozhatatlan, nagyon szükséges eltávolodtam. Térjünk be a második napi rendi pontra, amely nyitvárosunkban megadának megadán a 2014. évi gazdálkodásának az átszámolásról szóló rendeletek megtárgyalása és elfogadása. Tárgyalta a pénzügyi bizottság. Igen, a pénzügyi bizottság hosszasan tárgyalta ezt a napi rendi pontot, kérdéseket is tudtunk intézni a pénzügyi irodat vezetőnőjéhez, aki ezen a pénzügyben is újra csak szeretném megköszönni az átérkezhető, jó magyarázattal szolgáló, immár szokásos és a színvonalas anyagot. Tegnap sem bevezetőben nem tudtam kiemelni semmit, ebből a gyakorlatilag minden mondata fontos, nagy fontossággal bíró anyagból. Inkább egyet szeretnék kiemelni testületi ülésem. Azt a mondatot, hogy kettő lett belőle, hogy 2014. évben az önkormányzat vagyona 127.223.000 forint vagyon gyarapodást mutatott, valamint a költségvetés 45.401.000 forint maradványjal zárt. Tehát úgy gondolom, hogy csak ezt a két számot ragadom ki, ez is a költségvetés komolyságát, precízségét, jó megtervezettségét és pontos végrehajtását jellemzi. Ennek megfelelően a pénzügyi bizottság elfogadása javasolja a 14. évi költségvetésről szóló zárszámadási rendeletet. Köszönöm szépen. Az ügyelmi bizottság megtárgyalta. Nekünk is volt hozzáfűzni, valamint nagyon szép magyarázatot kaptunk a pénzügyi vezetőtől ezzel kapcsolatban, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer, nagyon szép munka és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm. Képviselőknek van más kérdés, hozzáfűzni valójában. Itt is tulajdonképpen egy gondolatot. Tudok ezt elmondani, és hogy most tudom mondani. Én csak a főszámmal foglalkoznék, ugye 45.401.000 forint költségvetési maradványnal sikerült zárni a 2014-es évet, és meggondolom, ez volt egy mix előjel lenne. Ez azt jelenti, hogy ami a beszámolókban is van írva, takarékos gazdálkodás volt. Tehát végül a vezető, hogy hogy alakult ki ez a dolog. Ez még valamivel azt tudom, hogy nagyobb össze is lehetett volna, de ha jól emlékszem, ugye itt már előre adtunk kérdeket decemberben. Tehát a képviselőtestület hozott, nem ami más honnan jelentkezik. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kb. 50 millió forintos, tehát mindent, de hát tulajdonképpen ennyi sikerült a költségvetésből megtakarítanunk. Nyilván pontos kifejezés, ami a rendeletben le van írva. Nagyon sok beruházás
segítette, hogy ez kialakulhasson, az energetikai beruházások, amik évek alatt alakultak, aki gondolom én, a Herman Otto, a Iskola utcai óvoda, takarékos tüzelő, Királytalek iskolánál már kezdődött 2014-ben, ez lehetett költséget megtakarítani. Ez nem annyira derül ki a... Nem is a feladatnak, ennek a beszámolónak. De arra szeretnék javaslatot tenni, hogy az elkövetkezendő testületülésre kapjunk egy képet arról, hogy mit jelentenek ezek a beruházások. Ezt én azért szorgalmaznám, mert elég régen szorgalmazom, és én tudom, hogy a KFT-be folytak is ilyen munkálatok, hogy ezt megvizsgálják. Nem tudom, hogy a képviselőtársaimnak érdeklie, hogy mennyi áramot, mennyi pénzt takarítottunk meg mondjuk a Hermannal, de viszont könnyen kimutatható. Laci, jól tudom, hogy ezzel foglalkozott is, vagy ezeket megnézve, megtakarításokat. Vagy itt a hivatal, az akutékos kazán, mennyi gáz megtakarítást. Én szeretnék látni egy ilyen anyagot, ilyen kíváncsiságból is, én kezdeményeztem polgármesterünknek, de KFT vezetőjénél is. Ha a képviselőtestület úgy gondolja, akkor erről én szívesen mennék egy tájékoztatás. Nem teljesen a anyaghoz tartozik, de nyilván, hogy ez létrejött ez a szám. Én kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire segítette ezt. Köszönöm szépen. És nyilván a forrás nagyon is. Szóval ugye a közfoglalkoztatásból
származó munkaerő fél szociális hozzájárulási adója és anyag költség támogatásához nyújtott pénzek átvezetése van a költségvetésben, és természetesen ezt támogatja. Ügyelő bizottság ezt a napirendi pontot megtárgyalta, és támogatásra javasolt, és támogatta. Köszönöm szépen. A képviselők közül van egy kérdése, hozzászólása. Más egyéb kérdés, amikor a napi rendi pontjét mehet lezárom, és kérem kézfeltartásra érezze, aki elfogadja a foglalkozást. Köszönöm. Tartalmányos ellenvélemény nem volt. Napi rendi pontjétekben lesz. Negyedik napi rendi pont, amelyet a munkában adott is szerint 14. évig egyszerűsítve kérdés beszámolni és közösségi jelentésének elfogadására. Ezt a pénzügyi bizottság támogatta, ha jól emlékszem, de... Igen, nem is tárgyalta előtte. Megtárgyalás során több számot, arányszámot tisztáztunk igazgatóval, hogy mit is jelent, erre kimerítő válaszokat kaptunk. Az anyag valóban részletes szép, és... nem külön előnye még ugye, hogy a rendelkezésnek megfelelően tartalmazza a pénzvizsgálói jelentést, amely oly szavakkal illeti, hogy vagyon pénzügyi és jövedelmi helyzete megbízható, valós képet ad, tehát szintén csak erősítette a bizottság pozitív véleményét, illetve az is, hogy a KFT felügyelő bizottsága szintén elfogadásra javasolja az anyagot. Ezzel egyetértve a pénzügyi bizottság is egyhangúan elfogadásra javasolja az egyszerűsített egyéb beszámolóját a munkászolgálatét. Ügyelő bizottság? Az ügyelő bizottság megtárgyalta, ezt napi rendi pontot elfogadta, és a testület felé megtárgyalásra javasolja. Esetleg a KFT igazgatója valamilyen kiegészítéssel akar élni? Nem, köszönöm. Én a pénzügyi bizottságon is, illetve a ügyelői bizottságon is kérdeztek, aztán, meg amit szerettem volna, azt elmondtam, vagy hozzá. Köszönöm szépen. Képviselőknek kérdése esetleg? Nincs, akkor napjánkban lehet lezárni. Felteszem a kérdést. Ki az, aki a napjánkban foglalkozhat, tudja támogatni? Köszönöm, tartózkodás, ellenvélemény nem volt, egyre fogják fogadtuk. Következő előterjesztés, a nyílteszalomtoti tehető könyvvizsgáló választásának, illetve a díjazásának és a nyílteszalomtoti tehető alapítóriadának módosítására pénzügyi bizottság tárgyalta. Igen. Alapjában véve az előterjesztést támogatásáról biztosította a bizottság, az eddig is közeműködő személyi adással való újabb 5 éves szerződést kötést, azonban tehát az alapító okirat módosítást, a feladat ellátásra szóló megbízási szerződést, azonban egy lényeges pontjáról nem tudtunk érdemi vitát, vagy érdemi beszélgetést folytatni, tekintettel arra, hogy olyan információt kaptunk, hogy még ma is folynak ez irányban tárgyalások, így a javadalmazás mértékének kivételével a többi, az anyag többi részét a pénzügyi bizottság elfogadására javasolja a testület felé, ami pedig a
a díjazást illeti, az pedig a testület bölcsességére vissza. Annyira egészítenünk ki, hogy mai nap folyamán ezek a tárgyalási kérdezőítem. A pénzbizottság, gondolom, hogy emlékszik rá, hogy ez honnét indult. Igen. 500 plusz számra per hó, 25 plusz számra per hó van egyeztény meg. Ami, azt mondom, hogy 25. Igen, az kétségtelen, hogy az igazgató úr jelezte, hogy 2001 óta, 4 óta változatlan összegekről van szó. De azért mondjuk egy picit megrogyant a bizottság a bejelentése, de ez már sokkal Ügyeleti bizottság is tárgyaltam. Igen, a bizottság is tárgyaltam, én már írtottam. Én már csak akkor, hogy a te beszélsz. Én felegyen, mert tehát nyilván ezt az összeget tudtuk, igazgató úrnak beszámolt erről, és mennyit az alkudozás körülményeiről, meg egyáltalán a könyvvizsgáló választás helyzetéről, úgyhogy köszönjük neki szépen, és a pénzügyi bizottság nagyon örült, hogy ilyen sokat tudtak alkudni ebből az árból. Mert a műzleti bizottság nagyon nem tud sokat tudtak az árból alkudni. És megszavazta, és elfogadásra javasolja, hogy tudott meg. Köszönöm szépen. Kétsőznek kérdése ezzel kapcsolatban. Egyetlen egy észrevételem. Tehát a személyében felelős könyvvizsgáló ugyanaz a személy, de a könyvvizsgáló cég nem ugyanaz. Tehát ez egy új cég. Igen. Ez egy cégjátéve. Segítséget, illetve azt a gondolatot, hogy tekintettel arra, hogy én úgy érzékelem, hogy az egész ország megmozdul ebben az irányba, önkormányzatok, karitatív szervezetek, magánszemélyek, bárki. Én úgy gondolom, hogy ha egy 10 éves testvérvárosi kapcsolatnál ebben a helyzetben még nem lépünk, akkor nem érezzük úgy, hogy nekünk segítséget kell nyújtani szerencsétlen kárpátaljai testvéreinknek, akkor itt valami nem sétál állunk. Már csak azért is, mert a testvérvárosunk 7000 lakosságból 1200 a magyar nemzetiséghez tartozik. Kínjálva szembesülhetünk azzal a szomorú helyzettel, ugye nem akarok most
Nyilván nem folyik itt háború, mindjárt tudjuk, de a hatásai azok valami elképesztőek, amik itt Kárpátalján is vannak. Hatalmas infláció, belső menekültek, 1 millió belső menekült, hasonló. Kilátástalanság, leginkább ez a kilátástalanság. És megfogalmazódott, hogy hogyan kellene segíteni, és tapogatózó beszélgetések voltak egymás között, és megakadtunk abban, hogy na jó, jó, de hát mire van nekik szükségük. És én elkezdtem a ottani magyarság két tiszteletre méltó tagjához, Molnár Sándor nevű úrhoz, valamint akinek funkciója is van, bocsánat, a Beregvárosi Református Egyházközség főgondnoka, illetve Pál László lelkész úrhoz, az egyházközség lelkészéhez fordultam. Nagyon érdekes dolog történt, miközben én írtam az e-mailt, ők már fogalmaztak egy felhívás a segítségnyújtása című kiáltványt az anyaország felé, tőlünk teljesen függetlenül. Ennél a pontnál szeretném megemlíteni, hogy 10 éves kapcsolatunk során soha nem kértek tőlünk segítséget. Tehát nem arról van szó, hogy rendszeresen sorban állnának és nyújtanák a markukat, soha nem volt ilyen, bár kaptak tőlünk önzetlenül több alkalommal is. És egy olyan anyagot kaptunk tőlük vissza, amely ugyan még nem végleges, de alapvető változások már nem várhatók benne, és számomra úgy jött le, hogy elsősorban pénzeszközök, vagy elmondom, hogy miért, és néhány konkrét eszközre gondolják, hogy szükségük lenne. Ugyanis ők egyrészt az iskolák, óvodák felszereléséhez, másrészt pedig gondolják az eszközöket, a pénzeszközöket pedig ők valami olyan tevékenység megszervezésére szeretnék költeni, amivel fenntartják a saját kis gazdaságukat, akár csak a magyarok, és megtermelik azt, hogy legközelebb már ne szoruljanak újabb segélyre, vagy újabb segélykérésre. Tegnap a bizottsági ülés során nagyon sok értékes hozzászólás hangzott el. Ugye pénzt adni valahová az eléggé a kontroll. Tehát, ja igen, az egyik fő vélemény volt az, hogy csináljuk ezt meg mi magunk. Ne adjuk ki a kezünkből, mondjuk egy karitatív szervezet, vagy akárki, mert tudjuk azt, hogy mi adtunk, ők is tudják, hogy mi adtunk, mi is tudjuk, hogy mit adtunk, hová jut el, kontrollálni tudjuk a dolgokat. Én sokkal jobban szeretek így jótékonykodni, ha tehetem, mint hogy felveszek egy telefont, és úgy fizetek 250 forintot. Ja, még egy dolog. Természetesen itt nem az önkormányzat pénzét költenénk el erre, nem a hirtelenki rászorulóktól vennénk el, hanem az önkormányzat az csak az élére állna, csak összefogja egy ilyen akciót, és az adakozna, aki tud. Magánszemélyek, cégek, akár maga az önkormányzat is, ha tud, és ezt a nyírtelki adakozásból összejött pénzösszeget juttatnánk el a testvérváros részére. Hogy ez most konkrétan pénzösszege, erről voltak viták, illetve nem viták, hanem nagyon jó meglátások, hogy lehet, hogy az kellene, hogy felállítani egy eszközlistát a segítségükkel. Mire lenne szükség? Itt ugye iskolai szemléltető eszközök, projektor, le van írva konkrétan. Nem a hivatalos anyagban, hanem az meg mellé tett magánlevélben. De ezeket lehetne kicsit, vagy egy közösségi földművelés, ez traktor, vagy valami egészen nagyon mondjak. Fóliasátra kialakítására segítségük. Tehát vannak itt egészen konkrét dolgok, és elhangzott egy olyan javaslat, ami személy szerint nekem is nagyon tetszett, hogy fel kellene állítani egy listát,
hogy velük együtt, hogy mégis akkor mi eszközöket szeretnénk nyújtani, mert én úgy éreztem például a megbeszélés során, hogy ugyan kézzelfogható, erre hajlott a pénzügyi bizottság is, hogy nem pénzt adjunk el, és amennyi összejön, addig nyújtózkodunk majd azon az eszközlistán, és azt mondjuk, hogy gyerekek, hát eddig ennyire volt elég, tessék, fogadjátok szeretettel. Ilyen meg olyan célból. Ez volt az egyik ötlet tegnap, ami előre rendített a dolgot. A másik pedig az, hogy létre kellene hozni, most nehogy koncogjatok, egy bizottságot, mert ilyenkor, amikor létrehozunk egy bizottságot, akkor mindig tehintenek, ez jó értelemben egy kis magot, aki ezt katalizálná. Mert ha nincs ilyen, akkor csak ott fogunk járni, hogy hát igen, kellene tenni valamit. Gyűlik már a pénz? Hát nem. Tehát ez így fog működni. És lenne egy kis mag, aki ezt katalizálná, és ez a kis mag maga köré építhetne egy sejtplazmát, ami állhatna az egyházak képviselőjéből, a cégvezetőkből, akik ezt szintén lehetne egy kicsit tágabb értelemben gondolkodni, közösen gondolkodni, lehet, hogy onnan is jönnének jó ötletek, illetve ha részesei a döntésnek, lehet, hogy jobb szívvel, nagyobb lélekkel adnának hozzájárulást. És akkor, tessék? És ez az, hogy a mag még az arról nem lett döntés, csak ez egy elképzelés volt, hogy lenne egy kis mag, ami állható. Ezt még kitaláljuk. Tehát ezek még nem konkrét javaslatokkal nem tudok élni, csak egy ilyen nagy közös gondolkodásra szeretnék serkenteni mindenkit, és azért mondom ezt még egyszer, hogy hallják a nem pénzügyi bizottsági tagok is, illetve az intézményvezetők is, hogy miktől jó gondolatokat várok, vagy esetleg tudnak olyan eszközökről, amik esetleg átadhatók. Tehát ti már kicsit ugye a plazma részei lennétek, ha már ennél a hihetetlen irodalmi magasságnál járok. Tehát, és azt szeretném, hogy a képviselőtestület akkor valahogy megnyilvánul, a jegyző úr megfogalmazná, hogy lenne valami konkrét kézemelés, hogy mi ezt, igen, mi ezt akarjuk, mi akarunk segíteni, és akkor ezt öntsük már valahogy formába, és kezdjük el úgy igazán mozgolódni ebben a kérdésben. De most ilyen konkrét határozott tervezetet én most meg nem fogalmazok itt, de közösen nem tudunk kitalálni egyet. Egy elvi döntés. És akkor innentől kezdve a következő második lépés, hozunk egy döntést arról, hogy a képviselőtestület az önkormányzat elvégezett támogatja azt, hogy magyarokkal valamilyen testvérváros lakóinak az ő igényeik szerint megpróbálunk jót tenni. Aki ezt támogatja, kérem képen. Ellen nem tudja, rendben, akkor ezt egyenből támogatjuk. Ember. Ennek a technikai kidolgozásnak pedig, hogy annak a kisebb egy mondatnak feladata lesz majd, illetve segít az előzés, vagy most itt jövő jövő jövő. Én akarok nagyon szívesen, hogy lehetne a magasztás külön. Mert annyira, tehát ahogy most végignézünk a testületen, még meg annyira, hogy végignéztem, mindenki más irányba érdekelt és tud emberekkel kapcsolatot tartani, és hozzá a kérdéseket is terált.
te megint teljesen más területen tevékenykedsz, tehát miért több emberhez, több irányba tudna eljutni, ha maga a testület lenne a mag, és felelősséggel ezt átvállalnál, mert egyébként ez szép is volna, vagy így lenne is, nem? Azt gondolom, hogy megszavaztuk, hogy nekünk ebben úgy a kötelességünk és feladatunk van, viszont azért mindenképpen azt mondom, hogy most nem rákos társadalmat a sejtban magát, de valakinek így, hogy most is elindult, tehát a kapcsolatszartás meg egyik szempontból szívesen segítünk, de a tartalmi részében csak nekünk kellett. Én ebben úgy elesodoltam már kétségtelen, de én szívesen felvállalom azt, hogy próbálom mozgatni a dolgot, és próbálom felszínet váltani, úgyhogy ne vegyétek majd zaklatásnak, hogyha időnként ez előjön, vagy testületülések között is megkeresnek benneteket egy-egy tanácsot kérve, hogy hogyan lépjünk majd tovább. Jó, még egy dolog. Hogy amikor Lengyelországban voltunk a Gribovi polgármesterrel, megbeszéltük, hogyha valami hasonló eszébe jut, bármelyikünknek jelzi a másik számára, és akkor előre szaladni a következő egyebekbeli bejelentésemhez, de nem szóval nem sokára Szlovákiába is eljutunk, és megismerkedünk az ottani új polgármesterrel, és számukra is szeretnénk, akkor most már konkrétan tudjuk jelezni, hogy nekünk ilyen szándékunk van, ők meg azt csinálnak, amit akarnak. Kétségtelen nagy segítség lenne, ha ők is szlávok ebbe valami részletést intéznének, mert akkor sokkal jobban tudnánk mi fókuszálni a magyar közösségre. Akkor meg majd meglátjuk, hogy ezt udvariasan vagy intézzük el. Jó, köszönöm szépen, én nagyon örülök, hogy a képviselőtestület ezt a egyébként indítványokat így lelkesen támogatta. Más látunk az egyébként? Nekem benne itt a Nobel-óvázás kapcsán, amikor itt sokkal mondtam, hogy által kapcsolatban itt vagyok. És látom, hogy még a építkezésnél is néha használni fogják. Ott a két találkozásánál van akkor, amit ők látunk, hogy az most már telepjárlóknak is beszélhetett lassan, és azt kiemelni, hogy ez sorak kívül. Van benne több kártya, nyilván vagyok, mert minden több kártyát ki kell megjelenteni, meg amíg az építkezésben vettem, megint lesz az terhel, akkor meg utána is folyamatosan javítottam, addig mi kukkolnáznak látni a dolgokat. Igen, és vége van. Még akkor nekem lenne egy ilyen, hát igazán én szerintem, mert hogy összebenben már folyamatosan egyeztettünk mi a Evangélikus Egyházban, ugye a földeket, amelyek az önkormányzatok voltak, ők rengeteg kört tudottunk, hogy milyen úton, módon tehették ezt ők meg, vagy milyen úton, módon, milyen jogi formát találhatnánk erre, hogy tovább folytathassák áldásos feladatokat, de semmilyen olyan formára nem mutatkozott, amely kedvező lett volna a számukra. Itt azért azt leszögezném, hogy minden jogi úton végignemve, államtitkártól kezdve bárkit, akivel tudtunk kapcsolatot, kontaktot létesíteni, formális, informális csatornákban mindent megpróbálunk annak érdekében, nem csak én, Györgyi Ménnyel is, hogy valami alakuljon ez ügyben. Sajnos ilyet egyszerűen nem látunk rá lehetőséget, azóta se látunk rá, és most mondhatom, hogy nagyon csúnya, hogy ez nyakunkba szakadt ennek a földnek a megművelése, illetve a hasznosítása, mert nem lehet, hogy ez nem hasznosul. Egy óra kimentünk a múlt héten, és aztán azt láttuk, hogy ez a föld megművelne. Úgyhogy arról mondjuk fogalmam nincs, hogy kik nyúltak hozzá, hogy miért művelték meg. Én azt szeretném, hogy ahogy is a testület
ti tagok között van egy rendőr, akkor ennek utána kell nézni, mert azért nyilván az önkormányzat földjén valaki valamit tesz, ennek jogi következményei is lehetnek akár. Ennek a területnek vannak más mérvei is. Még területen vonult vetétek észre? Én azt gondolom, hogy inkább menjünk ki, nézzük meg, mert ezt nem... Lehet, hogy akik mások bérelték, azok a föld, és akkor ez a probléma megoldódik pillanatok alatt, és akkor nincs is a korábbi bérlemények, azok visszavették, vagy van? Igen. Ugyanazok bérlik, és ugyanúgy az egyház bérli, nem kérdezik. Persze. Az egyház dolgozik rajta. Ezt tudjuk. Én tudom. Hát én láttam a... Tehát akkor ezt még nem jelezted rá, amikor a testet úgy döntött le, az a föld, ez nem lehet az egyházé, nem műveleti. Tehát, hogyha ő nem köt szerződést, vagy az egyház nem köt szerződést a földre, akkor nem lehet itt. Egyébként csak felhívnám a figyelmet, hogy komoly szankciója van annak, hogyha a jogszabályát kijátszva biztosítanak földhasználati jogot szerződés nélkül, stb. Stb. Itt van bűncselekmény alatt. Érzem a fegyvertésemet. Tehát én nem tudom, én is hallottam egyébként, úgy felettől, hogy valaki ténykedik, de én azt nem tudtam, hogy ki ténykedik. Egyébként, ha ez Gábor azt mondja, hogy ő ezt tudja, hogy a evangélikus akár műveli, akkor én azt mondom, hogy azért nagyon érdekes dolog. Erről szokták mondani, hogy a környezet formája a delikvens, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogyha ez úgy van, már nem akarok itt például húzni, hogyha valaki nem adja oda az övét, akkor bemegyünk és elvegyük. Elvegyük. Vonat bejönnek, mert nem a fénygyűjtőben, hogy van benne valakik esetleg. Jó, szerintem ez így egy kicsit durva. Én ezt erre mondom, Laci, hogyha valaki kér tőle valamit, és nem adom, oda, mert az ügynek csak, bejön és elveszik. Úgyhogy nem a György fiúra mondom, hogy bejön, nem általános. Csak éppen szerződés a legtöbbet kell kötni. Ezt meg tudsz ilyet, hogy ez megelőz mindenkit?
Nem azt számítom, hogy mit tudunk rá, hogy a fiú mit gondol. Hogy? Nem így mondtam, ő mondta. Ez nem igaz, igaz? Még egyszer. Te jogászként igaz, vagy nem igaz? Nincs ilyen tervezetés, ez nem megelőzőleg. Mindenkit nem előz meg. Van ilyen, hogy az ilyen biotermesz, nem ez a pontos neve, égző földműves. Ők ökológiai. Igen, igen. Az, tehát az ilyen földműves, az elég előkeljes, elég haszonjárati joga rendek. De csak hova? Mindenki nem előz meg. Automatikusan nem viszi el, ugye? Automatikusan nem viszi. Mert de amikor mi beszéltünk, te van benne, már nekem van egy időben eljött meg valami ilyesmi. Akár volna, mert most egy részletben arról az volt szó, hogy az egyházban nem járható. Igaz? Igen, szerintem. Most nem, mert mondtad, hogy beszállunk ebbe a pályázatba. Igen, azt is felajánlottuk, hogy beszállunk ebbe a pályázatba, és akkor így konzorciumban. Így álltunk el a legutolsó ilyen beszélgetésben. Igen, igen. Na, de ettől is. Részes művelés, belesbéletedék, speciális. Speciális. Így mondjuk, megvan a főszabály, mit jelent, nem akarom elmondani, egyebekben az, hogy az egyház haszonélvezet útján szerezhet földet, és az meghatározza a célt. Pillanatig akkor nem most, hogy másról beszél arról, hogy mi beszálltunk minden pályázatban, amikor konzorcium tag, és akkor együtt művelhetünk volna. Én nem vagyok ebben biztos, hogy ehhez a testületeléve kell volna, és a támogatási szerződés. Szerintem az már részes művelés. Ugye? Ebben sem. Tehát ahhoz, hogy ez működhessen, az ugye minden pályázatnál támogatott intézmény, az nyilvántestedeli kellett volna, hogy kerüljön legalább annak igénye, hogy megkívánni belépni, és aztán utána pedig annak a deklarációja, hogy aláírja ezt a támogatásról kiratott a szert, és ha van ilyen. Egyébként a testet nélkül egy ilyenben belépni is nem lehet. Egyébként részes művelés, ilyes, mert csak vagy. De jó, lenne. Nem is arra felszólalni törvény. Konzorciumus művelés, mert az a részes művelés, ketten művelés. De nem, ez nem így érve. Konzorciumus művelési mód. Ez nem tudom, hogy nincs a különböző tudomásról. Ez a tudomásról venni, alapvetően megváltoztak ezek a szabályok. Alapvetően. Ez a különböző, hogy csinálják. Tisztázni kell részéket a következőzés, és akkor tisztán, mert ha ez, a, amit Laci mondod, a szobélet megy, ha nem tetszik, akkor kész a perra, nem elég, hogy meg kell tenni a szobélet, hogy szerződ is kell tenni. Mondjuk, hogy egy érdekes május végén, tehát azért most egyre fogy ez a kultúra, amit még... Na de... Az meg nem érdekes, hogy valaki beállni kellene valaki, mondaná meg, hát és már hagyjuk, mert május van, csináljuk. Igen, a szobélre jelentkezni kell, nem tudom ajánlani. Tehát a módon, hogy aki megkeresi, bírálom a földre. Ez a megoldás? Vagy rosszul gondolom? Nem mondod rosszul, de ki kell kérni, teljeszteni. Az eljárás részében, a tiszta vagyok majdnem 100%, de az alap úgy indul, hogy én megkereslek téged, hogy szeretném a földet bírálni. Nem fordítva szokott általában előfordulni. Fél nem akarok bírálni a földet. Ritkább, vagy van az is, de általánosabban én akarok valamit, akkor én megyek. Tekintetében, amit ez idáig ő haszonkölcsönjog címén használta, 2014-31-ig, akkor nyilatkozzon ebben a írásban, hogy megfelel az a valóságnak, hogy ők az önkormányzat engedélye nélkül használni vették ezt a földet. Milyen egyszer? A törvény elég fog automatikusan megszűnt a használatjogot.
Nincs. Azon kölcsön, nem lehet most, hogy lehet. Automatikusan megszűnt a kölcsön. Ilyen kötegszámban, hogy megszűnt, törvényben. Tehát ők a törvényeket foglalják. Nem azt kérdezem. Megszűnt. Ki vezették? Oké, rendben megszűnt. Ki van beegyezve? Senki nincs beegyezve, mert kivezették. Tehát én jelzem, hogy a földhivatal, mi be vagyunk jelezve. Mi be vagyunk, hogy a jelezve. Földhasználó kérdés, és a föld támogatás is megigényelt az úgy. Ugarodatni fogjuk az ugrat. Nem tudom, első körben, hiszen ugye nem tudunk, hiszen nem tisztázott a kultúra miensége és a módja. Igen, mondhatnám, hogy barlakként van, nem ugratott, hanem barlakként van a zsorunk benne, de egyébként úgy tudom, hogy ezen lehet változtatni, tehát ezt lehet módosítani a adott esetben, és ezt a fajta. Jó, mivel én akartam az esetet, más valakinek? Egy szabadhatást szeretnék ebben a javaslatban. Jó, rendben. Akkor a szavazás pedig arról fog szólni, hogy akkor hivatalosan írásban megkeressük az evangélikus egyházat, és hogy valóban ők használják-e a földünket, avagy nem. Az önkormányzat hozzájárulása nélkül, így javaslom. Én az önkormányzat kérem pedig hozzájárulása nélkül. Szóval volt. Volt szó benne? Nem. Ami elmédés lenne. Jó. Nem. Jó. Aki ezt a javaslatot támogatja, azt kérem készfeltartásra jelezze. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Egy nem volt, hogy az is megkeresünk kiállítani. Jó? Attila Páncsics. Rövid leszek, előbb már célhoztam rá, hogy még egyszer fogok szólni. Hétvégén, 24-én, pünkös vasárnapján rendezi szlovákiai testvérvárosunkkal, immár 17. alkalommal a Sörnyától a Válig tartó 7000 méter elnevezésű versenyt, amire még minden évben most is meghívtak, hivatalos meghívó. Szeretném jelezni, hogy 7 diák készül igazgatónő és Jenei Zoltán tanár úr vezetésével, a diák kategóriákban fognak indulni, és van egy, ők természetesen egy versenypályán, futballpálya körüli atlétikai pályán fogják teljesíteni a 400 illetve 1000 méteres távot, és van szerencsére idén is jelentkező a felnőtt kategória 7000 méteres távjára, miközben 300 méter emelkedőt kell leküzdeni fölfelé, majd lefelé, ez pedig polgármester úr. Szerintem ez már kapcsolat érdemel, hogy egyáltalán rá tud gondolni. És ehhez kapcsolódva, hogy miért hoztam ezt a testületi ülésen, ehhez kapcsolódva szerveznénk meg azt a bemutatkozó látogatást, ahol az új nagysárosi polgármesterrel vennénk fel a kapcsolatot, építenénk ki valamiféle személyes hidat, és ez ennek a keretében fog lezajlani. Illetve, mielőtt még megkérdezném, hogy ki szeretne jönni, még szeretném elmondani azt, hogy meghívást kaptunk Szlovákia első konténeriskolájának a meglátogatására. Julia Perecinská igazgatónő jó volt távol, akit sokotok jól ismer, és ennek biztos vagyok benne, hogy számunkra is lesz néhány hasznos mozzanata, amit esetleg a jövőben nem baj, ha tudunk, hogy létezik ilyen, meg hogy hogy csinálják, meg meg tudjuk tapogatni, hogy tényleg ilyen létezik, és esetleg jó is, nem tudom. Úgyhogy ezt a három programot együttünk, ahogy egyeztettem, a konténeriskolával kezdenénk, aztán lenne egy ebéd, ami gyakorlatilag ez az ismerkedés kapcsolatfelvétel lenne, majd a gyerekek versenyeznek, illetve polgármester úr felszabad a helyzetet. És azt szeretném megkérdezni, hogy a képviselő
közül páran már jelezték, hogy szívesen részt vennének, aki úgy érzi, hogy szívesen részt venne egy ilyen versenyen, egy ilyen iskolalátogatáson, egy ilyen baráti kapcsolatépítésen, az szóljon nekem, mert akkor én a részleteket majd elárulom, mert ezzel most már nem húznám tovább az időt, és akkor meg is beszélnénk, hogy akkor hogy nekünk kellene indulni, ennek hogy működne ez az egész. Köszönöm szépen, hogy szerettem volna még az egyebek között. Akkor tulajdonképpen a részemről ennyi lenne, Falikának adnám még át a szót, mert nem kérte. Jézusom, bal! Mert hogy ő az intézmény vezetője. Ja, 28. Igen. Remélem már mindenki megkapta a meghívót, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit jövő héten csütörtökön 28-án délután 2 órakor. A 2. számú tagóvodánk nyíltanak velekre 15 szám alatt lévő szép, megújult óvodánk átadási ünnepségére. Ha kész lesz, azt mondja igazgató úr, én bízom benne, hogy kész lesz. Nem tudom, hogy közületek mennyire, meg hányan jártak ott ezelőtt, abban az óvodában, de nagyon látványos a megújulása, a belső terek teljesen átrendeződtek, az a közösségi tér, ami eddig volt, ugyanannak a résznek azt kaptuk meg, és azt alakítottuk át csoportszobára, a konyha kisebb lesz, egy elalakul összekötő folyosó van kialakítva, illetve a testület határozata alapján, jóváhagyásával egy nagyon szép tornaszobát is felújítottuk. Úgyhogy ez teljesen megújult, illetve az udvar is megnagyobbodik. Ennek a munkálapai most vannak folyamatban, és természetesen ezt egyik napra a másikra, mely néhány hónap alatt nem lehet kialakítani, viszont már folyamatban van, hiszen a lenti részen, hogyha tudjátok, hogy van az, mivel ilyen dombon van ez az óvoda, a fenti udvar rész is, ez kicsi is, és azért ott a szél elég húzatos az a rész, az igazság, és ott lejjebb lehet menni, az szintén önkormányzati tervez, és kerítése is van jó rész, igaz, hogy pótolni kell egyik oldalon, de az a tér, az nagyon jó lesz a gyerekeknek, nagyon sok mindenki lehet rá alakítani, egy kis focipályát is, meg mindenféle játszó eszközöket lehet telepíteni, ahol azok a gyerekek ugye nagyon jó körülmények között elégíthetik ki mozgásigényüket. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és remélem, hogy megtisztelő képviselőtestületben minket a személyükkel, hogy eljönnek oda hozzánk. Köszönöm. Köszönjük szépen. És hát, ha már itt vagyunk, a kérdésekkedvek már, hogy kötelező a 3 évesekben iskolában, óvodáztatás, van ezzel gondolatban, és ezzel gondolatok, van-e probléma ez ügyben? Nem. Tehát a törvény a szeptembertől lép életbe, és ezt igyekeztünk minden nyíltalakulóságban is a jegyző úgy, hogy mindenkinek be kell iratni a gyermeket az óvodában, hiszen szankcionálják, ha nem történik meg, illetve van lehetőség, aki 3 éves korban nem szeretné óvodába hozni a gyermekét, hogy jegyzői felmentést meg részesüljön. Nekünk eddig egy gyerek kérte, eddig az igényét bejelezte az anyuka, ez az Namec gyerek, aki nem tudom, hogy volt-e bent a jegyző úrhoz, vagy milyen jegyzővel beszélt, nem tudjuk, vele még nem beszélt, csak így a tagóvodákban jár az egyesben, és ott jelezte, de közigazgatásilag Nagy Cserkeszhez tartozik, tehát ő az engedélyét nem is a helyi önkormányzattól kérheti, hanem a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől, mert ott van nyilvántartásban. Hozzánk még ilyen kérdés nem futott be, úgyhogy ezzel egyelőre problémák nincsen. Helyszűke nem lesz talán? Hát nincs helyszűkénk. Ebben az évben én ezt éreztem már, ez az év egy ilyen demográfiai mélypont, a születések számát tekintve a 3 évvel ezelőtti. Akkor mondtam, hogy
megnyírták el általában azért 60-70 gyerek, 60 azért az utóbbi években is született. Abban az évben, amikor most 3 éves, 39 gyerek született, nyíltak egész közigazgatási területén. Csökkenni fog valamennyivel a gyereklétszámunk a benti területeken, de ez átmeneti, mert már jövőre, meg a év végén, már a nevelési évben azért töltődik fel a létszámunk. Így biztosítani tudunk mindkét helyet. Már jegyző úr, a polgármester úrral beszéltünk róla, és jeleztem, hogy még ebben a napban, akkor az a következő hetet jelenti, egy rövid testületi ülés azért kellene, mert ugye az új csoportszoba, meg a pályázat, amely a pályázatra népültetünk, az lehetővé teszi, hogy ott csoportot bontsunk, ami azt jelenti, hogy Belegrádon két csoport indulna, és a jelenleg működő 8 óvodai csoport helyett akkor 9 csoport működne. És erről nyilván testületi döntésnek kell születnie, illetve a képviselő testület jóváhagyásával történhet ez meg, amit a május hónapban kell tenni, mert ez intézmény átszervezésnek minősül. Köszönöm. Ha már a gyerekeknél és a rendezvényeknél tartottunk, a belegrádi óvoda átadó után 2 nappal, május 30-án szombaton városi gyermeknap lesz a közösségben. Mindenki szeretett. Előtte pedig 2 napig önkormányzati képzés lesz, ahol vendégül látjuk Újfejértó, illetve a Nyíregyháza város, illetve járás között. Utána másnak akkor az egyebekhez nincs hozzászólása, a testületülés bezárom, mindenkinek jó utat, jó viszont. Aki erre a nagyasztartalmas továbbra, aki elmondása szeretne jönni, kérem, jöjjön ide, beszéljük meg. Mert nem lesz más alkalom. Jó.